Köszöntöm a Trió TV nézőit, közéleti magazinunkat látják 2024. január 19-én pénteken 19 órakor. Mutatjuk műsorunk tartalmát. Vízi közmű beruházás. Négy eleme kezdődött el a 8,8 milliárd forintos Büki fejlesztésnek. Egy elfeledett hadsereg. A Doni áttörés 81. évfordulójára emlékeztek Bükön. Báloztak a horvátok. Bükön, ezzel kezdődött a farsangi szezon. Búcsú Orbán Gyulától. Életének 61. évében hunyt el Peresznye polgármestere. Majdnem rekordmeleg lett a 2023-as év a kőszegi mérések szerint. Kedves nézőink, ez a mai kínálatunk. Tartsanak velünk! Elkezdődött az ivóvízhálózat bővítés és a víztorony építés. Ezekkel együtt négy elem beruházása zajlik jelenleg, amint egy 8,8 milliárd forintos vízi közmű beruházásban Bükön. Részletek a következő percekben. Így néz ki most a jelenleg működő büki víztorony, és láthatjuk, munkaterület már a torony környéke. Mellette új, ennél sokkal nagyobb víztorony készül, ez a munka pedig csak az egyik eleme a 8,8 milliárd forintos víziközmű fejlesztési csomagnak. Több etapban valósul meg ez a beruházás sorozat, amelynek a lényege, hogy mind az ivóvíz, mind pedig a szennyvíz hálózatot, illetve a kezelő létesítményeket fejleszte Bükk városában. A beruházás sorozatból négy olyan elem van, ami megindult. Az egyik az ivóvíz hálózat fejlesztése, illetve új kutak létesítése. Ez tulajdonképpen egy 9 hónapig tartó beruházás, amely új kutak létesítését jelenti a bükkfürdői vízműtelepen, amihez hozzávásároltuk a Vasi Víznek az egykori nyaralóit, azokat a cégállapos házakat. Ezeket lebontjuk és hozzácsapjuk a területet a meglévő vízműtelepünkhöz, és ott történik a fúrás, illetve bői területen, ahol vásároltunk ingatlant. A másik nagy léptékű, szintén ivóvízhez kapcsolódó beruházás az az új víztoronynak a létesítése. Ez tulajdonképpen ugyanazon helyrajzi számon történik, mint a régi víztoronynak a helye, csak 1500 köbméternyi térfogatú víztorony lesz. Ez azért szükséges, mert a mostani az alulméretezett ehhez a fogyasztáshoz. Tehát hiába van összekapcsolva a góri víztoronnyal, megnövekedett fogyasztás, amit elsősorban turizmus nyári időszakban különösen okoz, hiszen gondoljunk bele, akkor 10 000-en vagyunk a településen, ezt egyre kockázatosabban tudja teljesíteni, ezért szükség volt egy új torony építésére, ahol a munkaterület átadás 2023. decemberében megtörtént, és 12 hónapára rendelkezésre a kivitelezőnek, hogy megvalósítsa ezt a beruházást. A másik nagy beruházásunk az tulajdonképpen az ivóvízhálózat fejlesztése. Ez a Damjanics utca környékén történik ez a beruházás sorozat. Öntött vascsövekre cseréljük ki a vízvezetéket. Ez a lakossági ellátás biztonságot szolgálja. És van egy negyedik beruházási csomagunk, az pedig a nyomóvezetéknek a kiépítése, ugye szennyvízkezelést jelent. Ez elsősorban a Nestlé kibocsátása miatt szükséges, amely a jelen esetben ugye a lakótelep felé a főúti szennyvíz csatornába megy. Ezt kiváltjuk, tehát létrehozunk egy folyamatosan nyomás alatt lévő vezetéket, tehát nem gravitációs, hanem nyomás alatt lévő vezetéket, amely a szennyvízet a Nestléből a lakossági szennyvízhálózattal egy teljesen külön úton, a mezőgazdasági út mellett viszi ki, egészen az Európa út, illetve utána a Petőfi út keresztezésével tulajdonképpen a szennyvíztelephez. Erre azért van szükség, mert erre a nyomóvezetékre csak a Nestlé csatlakozik rá, hiszen őt szolgálja ki. Nagy részt 95%-ban nem lakott területen megy, tehát bármilyen üzemzavar lép fel, akkor az egyéb könnyen javítható, sokkal könnyebben, mint a sűrűn beépített környezetben történik, illetve a másik
pont ebből fakad még, hogy a lakossági szennyvízvezetéket tehermentesíti, tehát bármilyen hiba az lokalizálható, elválasztható a lakossági vezetéktől, tehát ez egy stratégiailag fontos beruházás. És ami még előttünk áll, az pedig ennek megfelelően, mindezen beruházásoknak megfelelően, illetve eredőjének tekinthető szennyvíztelepnek a fejlesztése, kapacitás bővítése, ami hosszú távon évtizedekre meghatározza ezt a fajta kapacitás növelését Bükkvárosának is alkalmassá teszi arra, hogyha az ipari kapacitása, a turisztikai ereje, vagy éppen a lakosság száma növekszik, akkor is nyugodtan el tudja látni, akár ivóvízzel, akár megtisztított szennyvizet biztosítani, illetve kezelni tudja. Az Arcsádi út menti fásítástól a kamerarendszer karbantartásán át szivattyú beszerzésig is határoztak a bükki képviselők számos témában. Rendkívüli testületi ülésen több fontos döntés született, ezeket foglaljuk össze. Ezek a képek még a decemberi képviselőtestületi ülésen készültek Bükön, és már készülnek az idei első munkaterv szerinti tanácskozásra, azonban számos sürgős döntésre volt szükség, ezért rendkívüli ülésen már találkoztak a büki városvezetők. Támogattuk a vármegyei értéktárvetélkedőt, ez mondjuk a legkisebb tétel volt, mert 100 000 forintnyi összeggel, amit a Vas megyei önkormányzat, illetve a Vas vármegyei közgyűlés tervez. A következő, az Acsádi út fásítása volt a napirenden. Ugye ott az ároknak a kihúzása, illetve a fával történő betelepítése két irányban, egészen az Egres erdőig tulajdonképpen. Az egy 23 millió forintos munka, 3 éves fenntartással, illetve az ároknak a teljesen újra profilozásával két irányban, hiszen most a december 24-i árhullám a Répcén bebizonyította azt, hogy ott a vízelvezetés, az gyakorlatilag hiányzik, az árkokat beszántották, ezeket helyre kell állítani. Tehát ezen a szakaszon is, illetve máshol is, egyébként szerte az országban komolyan kell venni a vízelvezetést, az árvíz elleni védekezést, mert sok esetben a többi évtized elhanyagolt árkok okozzák ezeket a víz, belvíz, árvíz beli problémákat, és ezeknek igazi gazdája nincsen. Ezzel párhuzamosan egyébként a Répce mentén megindítottuk a Rézsüknek a belső részének a fásszárú növény mentesítését, hiszen a belső Rézsükön nem lehetne fásszárú növény egyébként. Ennek ellenére van, tehát a vízügynek erre nincsen kapacitása már évtizedek óta, és hát tulajdonképpen, ha jót akarunk magunknak, illetve az önkormányzatok, akkor megpróbálják ezt saját erőben megtenni az állam helyett. A másik, hogy a zagyszivattyút szereztünk be, a 2 darabot a Büki Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére. Ez egy 2 millió forintos beszerzés, amit megvalósítunk. Ennek nyilvánvalóan az a szerepe, hogy árvízhelyzetben a tűzoltók tudjanak szivattyúzni. Elsősorban ugye a csapadékvizelvezető árkok mentén, akkor, amikor nem tud lefolyni a Répce folyóba a csapadékvíz, ugyanakkor szükség van arra, hogy nehogy visszadúzzadjon a rendszerben a víz, akkor át kell emelni a mederbe, erre 2 szivattyút beszerzünk. Önkormányzat intézményének gyenge áramú rendszerének karbantartásáról is döntöttünk, amely ugye arról szól, hogy a különböző kamerarendszerek tűzjelző berendezéseknek a karbantartását meg kell hosszabbítani. Ugye ezek az eszközök, illetve darabszámok egyre nagyobbak, hiszen akár most a termálteret említem, akár egyéb más közterületeket, amiket ha átalakítunk, akkor magasabb műszaki színvonalhoz ezek is hozzárulnak, illetve a magasabb műszaki színvonal megérdemel vagyon biztonságot, illetve vagyon védelmet, ezért szükséges a kamerarendszereknek a bővítése is. Aztán ingatlant vásároltunk Bő község önkormányzatától a meglévő, vagy a leendő új kutak, ivóvízkutaknak a megforrásához. Egyébként ugye azok a beruházások elindultak, az ivóvíz, a vízi közmű beruházások ezekben a vonatkozásban. A testületi ülésen még a Bükkői Művelődési Központ intézményvezetői állására írtunk ki pályázatot, amely megjelent most már azóta többször is a megyei napilapban, illetve több helyütt elektronikus, illetve nyomtatott felületeken. Az évindító munkaterv szerinti ülésre is maradtak témák, a legjelentősebb Bükkváros 2024-es költségvetésének elfogadása.
Természetesen majd arról is beszámolunk a Trió TV nézőinek. Nemzet nem élhet hamis múltképpel. Erről beszélt a Doni megemlékezés szónoka. A Doni áttörés 81. évfordulóján a Szent Kelemen templom parkjában gyűltek össze az emlékezők, közöttük a soproni hadijátszó baráti kör tagjai. A soproni történelmi és hadijátszó baráti kör Nagycenkről érkezett gyalog lóháton a Büki megemlékezésre. 33 kilométer tettek meg a kemény téli hidegben, így tisztelegtek a Donkanyarban odaveszett magyar hősök emléke előtt. Bükön immár hagyományosan a Szent Kelemen templom parkjában zajlott az emlékezés. Lassan ereszkedik az orosz éjszaka. A Don folyó felől zokog a szél szava. Karácsony este van, fegyverek pihennek, csak a szél zúg vadul, szállnak a hópelyhek. Távol, Muszkaföldön, bedölt faluházban, eljött mi hozzánk is, a magyar karácsony. Kis fenyőgaljacska, árva gyertya fénye, emlékeztet bennünk otthon melegére. Némán gondolkozva ülnek a bajtársak, nem szól egyikük sem. Látom, otthon járnak. A gondolat szárnyán elszállunk most oda. Már integet felénk falunk kicsi tornya. A magyar csillagok békésen ragyognak. Kis Jézus született, a harangok zúgnak. Tiszta szobában, karácsonyfa mellett, ünnepel a család. Az öröm nem teljes. Hiányzik közülük apa vagy testvér, érte száll az ima szent karácsony estén. Szőkehajú kislány könycsillog szemébe, egyedül ballag az éjféli misére. Messze, orosz földön harcol most a párja, az egek urához érte száll imája. Föl a fejjel, testvér, most már bízó hittel, imádkoznak értünk, megsegít az Isten. Karácsonyi angyal a békét elhozza. Hazamegyünk, bajtárs, hamarosan. Haza. A Doni áttörés 81. évfordulója alkalmából a Büki Katolikus Plébánia, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Büki csoportja, valamint a Művelődési Központ szervezte az emlékezést. Méltó módon kell emlékeznünk az életüket áldozó hősökre. Az orosz harcmezőn jeltelen sírban eltemetett honvédeinkre, azokra, akiket hiába várt itthon a családjuk. Tudjuk jól, sokáig még csak beszélni is tilos volt a II. Világháború magyar hőseiről. Az embertelen politikai rendszer azt is megtiltotta, hogy megemlékezünk azokról a honvédekről, akik a haza védelmében estek el, és ezt ma már kimerjük és ki is mondhatjuk, hogy ez a 20. század egyik legnagyobb szégyene. Azonban a Doni hősöknek az emlékét a hallgatás ellenére sem feledte el a magyar nép, a magyar nemzet. Nem is feledhette, hiszen nagyon sokan hiába várták vissza szerettüket a háborúból. És most már tudjuk, hogy a történelmet nem lehet elhallgattatni. A történelem könyvek ugyan átírhatók, a tények sokszor meghamisíthatók, de tudjuk azt is, hogy ez mind ideig s óráig tűnik. De jönnek új generációk, akik követik
és akik akarják az igazságot. Nemzet és a magyar nemzetünk nem élhet múlt nélkül, és nem élhet hamis múltképpel sem. Így nem felejthetjük el azokat sem, akik fogolytáborokban szenvedtek hosszú-hosszú éven át, és hazatérésük után nem élvezhették a társadalomnak a megbecsülését, hiszen a szocializmusnak az évtizedeiben szólni sem volt szabad erről. Egy elfeledett hadsereg volt. Tudjuk jól, csak a megszállókat volt szabad ünnepelni. Csak a felszabadulás napja, április 4-e volt pirosbetűs ünnep. Ki akarták törölni az emléküket, de nem tudták. Az elesett magyar hősök emlékét a magyar nép, a magyar nemzet a szívébe zárta. És itt meg kell állnunk és ki kell emelnünk, hogy már abban az időben is, amikor ennek külső jelét magyar nem adhatta. Tudjuk idős szeretteinktől, idős hozzátartozóinktól, hogy halottak napján gyújtottak értük gyertyát, és az emlékezést titukban csak a szívükben tehették meg. Most arra hívom a kedves megemlékezőket, hogy soha ne felejtsük el ezt. Ne feledjük azt sem, hogy küzdelem árán érhettük el azt is, hogy itt most megemlékezünk és megemlékezhetünk meghalt szeretteinkről. Engedjék meg, hogy megköszönjem mindazoknak, akik az elmúlt évtizedekben sokat tettek a hagyomány ápolásért, azoknak a lelkes és dicső hagyományőrzőknek, akik méltó módon ápolják szeretteinknek, hozzátartozóinknak az emlékét. Sokan összegyűltek a főhajtásra a szervezők hívására. Imádság is szólt a doni hősök tiszteletére. Isteni megváltónk, Jézus Krisztus, a te mondásod ez, nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja testvéreiért. Akikért ma imádkozunk, nem kímélték magukat, hűségesek maradtak, mint halálig, életüket áldozták értünk. Tekints rájuk kegyesen, és részesítsd őket kereszthalálod végtelen érdemében. Nekünk pedig kései korban élő magyaroknak add, hogy a drága vérrel megszerzett, megvédett hazánkat odaadóan és önfeláldozóan szeressük érte dolgozni, meg ne szűnjünk. Add, hogy a hőseink véréből és áldott emlékéből a komoly kötelesség teljesítés, a hősies áldozathozatal szelleme áradjon ránk. Adj csüggedetlen szívet, hogy a harctereken elesett honfitársaink nyomában magyar nemzetünkért mindent megtegyünk, törvényeid és tanításod szerint éljünk, dicsőségedre és embertársaink, honfitársaink javára. Amen. Mécses gyújtással zárult a büki megemlékezés a doni áttörés 81. évfordulóján a világháborús emlékműnél. A hősi halált halt katonák tiszteletére rendezett emlékezésen közreműködött Csepregváros fúvószenekara.
Több mint 120-an fogadták el a Büki Horvát Nemzetiségi Önkormányzat meghívását az idei bálra. Már hagyományosan ezzel a rendezvényel kezdődött a farsangi szezon Bükön. Az idei volt a 22. horvát bálbükön. A rendezvényre sokan, több mint 120-an elfogadták a meghívást, nem csak helyből, hanem a megye horvát nemzetiségű településeiről is. Egy igazán mozgalmas év után szervezték meg a zenés táncos összejövetelt. Többek között a Danica kórussal 7 helyen szerepeltünk 2 alkalommal Horvátországban, illetve itt Magyarországon a környékbeli gradisciai településeken. Ezen kívül ugye megrendeztük a nagy bálunkat ugyanígy január 13-án, és nyáron pedig a nagy rendezvényünket 350-400 fővel. Horvátországban voltunk meghíváson április végén, 50 fővel ment a buszunk, úgyhogy egy nagyon tartalmas, szép évet tudunk magunk mögött. Ezen kívül pályázatot adtunk be fellépő ruha készítésre, és reméljük ezt is majd sikeres elbírálásban részesül, és akkor a jövő évben már az új fellépő ruhákkal tudunk bemutatkozni a kedves közönségünknek. Természetesen a bálon is szerepet vállalt a házigazda Büki Nemzetiségi Kórus. Az ének mellett a horvát zsidányi hagyományőrzők jóvoltából a nemzetiségi táncból is kaphattak ízelítőt a bálozó. Oh!
Ti! Io per! Eneca! Io scelgo! Gazdag összejövetellett a büki horvát bál, hiszen számos támogató jóvoltából mintegy 70 tombola tárgy várta az este legszerencsésebb részét. Az évindító összejövetel csak az első volt a sorban, lesz még alkalom a találkozásra a horvát kultúra ünneplésére Bükön. Az idei egyelőre terveink között változatlanul a nagy rendezvényünk a nyári rendezvény, ami augusztus elején, még pontos dátumot nem tudok, nem tudtam egyeztetni még a zenekarral, mert ők létfontosságú, hogy a stimmeljen az ő időpontjuk. Aztán ennyi, tervezzük változatlanul a télen majd a Betlehemet, ami idén most már biztos, hogy meg fog valósulni, mert azt már szinte lefixáltuk, és hát várjuk a fellépéseket a környező településekre. Amire mindenképp rá szerettem volna kérdezni, a közmeghallgatáson elhangzott a 2022-es népszámlálás eredménye. Ti nagyon sokan vagytok itt Bükön, igaz? Igen, nagyon sokan. Ez egy nagyon jó jegyzőasszony, dr. Tótákensi jegyzőasszony tájékoztatott bennünket. 49 fő lett Bükkvárosban a horvát nemzetiségnek valló magukat. Ez többek között abból is gondolom alakult ki, többen költöztek be a horvát településekről, Peresznyéről és Horváth Zsidányból is most még, akiket tudunk, illetve a gyerekek is már felnőtt korba értek, és ők is annak vallották magukat, úgyhogy nagyon, nagyon örülünk, és ez így rászorít bennünket még jobban arra, hogy a horvát kultúrát és a hagyományokat, amit eddig is szívvel, lélekkel csináltunk, ezután is így csináljuk, és minél több emberrel megismertessük. Beszéltünk többször a horvátországi kapcsolat szorosabbra fűzéséről. Ebben lehet előrelépés a 24-es évben? Igazából tervezzük a meghívásukat ugyanúgy a nyári rendezvényre. Meghívtuk egyébként most a bárra is a polgármester urat, és hát akik szándékoztak volna jönni, nem tudták sajnos elfogadni a meghívásunkat, de azon vagyunk, illetve hát polgármester úr is, Mátó Kuzminszki polgármester úr, Koprivicski Brégi település polgármestere is azt szorgalmazza, hogy ezt a kapcsolatot fűzzük szorosra. Igazából az nem az a terv, hogy sülvefőve, hanem hogyha így egyszer ők meglátogatnak minket, meg egyszer mi ki tudunk menni Horvátországba, szerintem ez egy jó kapcsolat alapja, illetve kisebb létszámmal, delegációval, egy párfős delegációval esetleges rendezvényeken megjelenni, igazából ez most a célunk. Életének 61. évében elhunyt Orbán Gyula. Peresznye polgármestere rendszeres szereplője volt a Trió TV közéleti magazinjának, hiszen szeretett településen minden rendezvényére kaptunk tőle meghívót. Ráemlékezünk a következő percben. 2023. augusztusában készültek ezek a felvételek Peresznyén, amikor átadták a horvát közösségi házat.
Büszkén hívta a Trió TV-s tábját erre az eseményre is Orbán Gyula, Peresznye polgármestere. Ezeket a képsorokat a tavalyi farsang idején készítettük Peresztyén, ahol a jótékonyság jegyében tartottak összejövetelt. Orbán Gyula szeretett települése érdekében jót és maradandót alkotott. Ezekkel a szavakkal köszönt el a váratlanul elhunyt településvezetőtől Ág Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Orbán Gyula 2007 és 2010 között volt először Peresznye polgármestere, aztán 2019-ben választották meg ismét a falu élére, de alpolgármesterként és a képviselőtestület tagjaként több cikluson át dolgozott Peresznyért. Orbán Gyula önkéntes tűzoltóként is kivette a részét a közösségi életből, ezeket a felvételeket 2021 nyarán készítettük Peresznyén. Az életének 61. évében elhunyt Orbán Gyulát a peresznyei temetőbe helyezték végső nyugalomra. A Trió TV-s tábja is szeretettel őrzi emlékét. A szokottnál melegebb lett a 2023-as év. Ehhez jócskán hozzájárult a rendkívül enyhe ősz. A kőszegi mérések nyomán összegzett évet Ráduj László meteorológiai észlelő, akit természetesen előrejelzésre is kértünk. Sok újdonságot azzal nem mondok el, hogy a hőmérsékletben bőven az átlag fölött zártunk. Szóval ez jól jelzi azt, hogy itt a környéken második legmelegebb év lett, amióta én is mérek, meg hát tovább nézve az adatokat, ugye a második legmelegebb év lett itt. Országosan viszont a legmelegebb évet zárhattuk 2023-ra, ami annyit jelent, hogy 12,1 Celsius fok lett a középhőmérséklet itt a térségben, és hát 10,2 környékén kellene lenni az átlagnak, szóval jócskán-jócskán az átlag fölött zártuk ezt az évet. Ez igaz a mögöttünk álló télre is, tehát a télezen időszakára is? Igen, az előző tél is bőven pozitív anomáliával zárt így a három hónapot összevetve. Így összegezve a 12 hónapot, ugye a telünk az enyhébb volt. A tavaszban volt áprilisban és májusban egy nagyon pici negatív anomália, szóval egy picit a sok évi átlag alatt zártuk, ez április és a május hónapra volt jellemző. A többi hónap az pedig kiugróan magas értékeket hozott, különösen az ősz. Ebből kifolyólag ugye a szeptember és az október, ami abszolút rekord lett a mérések kezdete óta itt a térségben, meg jó részt országosan is. Ez annyit jelent, hogy hát szeptemberben 19,3 Celsius fok volt a középhőmérséklet, ami nagyon-nagyon magas érték. Ugye az átlag az 15,7 fok lenne, hatalmas pozitív anomália ilyen szinten, és 21 darab nyári napunk volt szeptemberben. Majd következett az október, amely szintén a mérések kezdete óta a legmagasabb középhőmérsékletet hozta ugye az Alpokalján, és ezen belül ugye Kőszegen is. Ott 14,3 fokot mértünk középhőmérsékletben, ami megint egy hatalmas, nagyon nagy érték. Ez 10,2 fok lenne ugye az átlag, szóval több mint 4 fokkal volt melegebb az a hónap is, és októberben is volt 3 darab nyári napunk, ami azt jelenti, hogy 25 fok felett volt a hőmérséklet. Ez az akkori napállással, ugye az őszi napállással ez már ugye nagyon szűkülnek, rövidülnek már a nappalok, szóval ez a ritka nagyon, hogy ennyire meleg legyen az ősz. Ez nagyon megnyomta amúgy az éves középhőmérsékletet is. Mi az oka, hogy ennyire drasztikusan változott a tavaly előttihez képest? Tehát van valami különleges oka, mert az, hogy globális felmelegedés van, és hogy melegednek a éves átlagok, azt már hát megszokhattuk az elmúlt időszakban, de egy ekkora anomáliára mi lehet a magyarázat? Hát észszerű magyarázat egyelőre nincsen. Ezt ugye szoktam mondani, hogy hát ebből a időjárásos és a légköri dolgokból igazából mi abból a tortából maximum a gyertyát vesszük le, akkor a szeletet ismerünk, szóval rendkívül pici rész, amit úgymond hivatalos mérésekkel úgymond tudunk, meg alá tudunk támasztani, szóval nem tudjuk, ez valószínűleg most egy nagyon melegedő periódusban vagyunk, hiszen úgy országosan is összevetve így a hőmérsékletet, mint ahogy említettem, a 2023-as év is országosan a legmelegebb év lett, de ha visszanézzük a top 10-es adatsort, ez a 10 legmelegebb évet, abból 7 az elmúlt 10 évből került ki, szóval folyamatosan ugye arról beszélünk, hogy melegebb, még melegebb. Ez itt az Alpok alján most a második legmelegebb év volt,
2019 volt a legeslegmelegebb, akkor 0,2 fokkal lett ugye melegebb a hőmérséklet, a középhőmérséklet, éves szinten most a több 0,2-re ugye elmaradtunk, de ez minimális szám, szóval melegszik. Melegszik most, egy ilyen melegedő periódusban van így az éghajlatunk itt ezen a részen. Meleg és csapadékos volt az elmúlt év. A peresznyei mérések szerint csapadékos évet tudhatunk magunk mögött. Kőszegen is csapadékos volt az év? Vagy drasztikusan csapadékos? Csapadékos évünk volt, hiszen itt is Kőszegen olyan 750-800 mm-nek kellett volna lenni a mennyiségnek. 1020,5 mm-t mértem a kézi mérésekkel, ami is egy kiugróan magas szám, szóval 2014-ben volt 1074 mm a csapadék összeg, az volt a legcsapadékosabb évünk, ez ebben is a második lett, de folyamatosan, szóval így azért összevetettem így a csapadékos napokat, amik 195 napra jött ki, ennyi nap lehetett észlelni csapadékot, ezen belül jelentős csapadékú napok száma az pedig 58 volt, szóval ennyi napon hullott 5 mm-nél nagyobb csapadék. És a legtöbb napi csapadék az április 14-én, 2023. április 14-én hullott, akkor 37,5 mm-nyi csapadékot lehetett még 24 óra alatt. Mennyire volt napsütéses a 2023? A napsütéses órákban ugye a sok csapadék és a sok felhő miatt úgy egy picit itt átlag alatt maradtunk, de nagyon minimálisan maradt el így a Kőszegen legalábbis a napsütéses órák számú az átlagtól, szóval mondhatjuk, hogy az egy átlagos időszak volt itt. Ugye ez a környék végülis a országos szinten elvileg a legcsapadékosabb környékünk, úgyhogy még annak idején nekem is így tanították. Volt ezek mellett még ködös napból 25 napunk, és nyári napból pedig 91, szóval az megint azért egy nagyon magas szám. Az nyári nap az ugye azt jelenti, hogy 25 fok felett alakul a hőmérséklet. Ebből a nyári napból lett 28 darab hőségnap, ennyi napon mérhettünk 30 fok feletti hőmérsékletet, és forró napból pedig egy, amit ugye említettem, ez a 36,4 fok, az pedig július 10-én volt mérhető. Úgy tűnik nekem, hogy ez a tél lesz hidegebb. Tényleg hidegebb eddig ez a tél, mint a tavalyi? A decemberi hónapunk az pluszban zárt, szóval most ez egy nagy újdonságot azért nem árulok el, de változékonyan telt, ugye pont ahogyan említettem, ez a 100 mm-nyi csapadék is. Ezt aztán voltak benne havas periódusok is, szóval összesen 9 darab hótakarós napunk volt decemberben, ami azért nem egy rossz szám, hogy főleg kitekintve az elmúlt telekre. Most januárban pedig a hónap eleje az ugye pozitív anomáliával indult, illetve 20 mm-nyi esővel, és majd megérkezett ugye ez az északi sarki hideg légtömeg, ami most jelenleg is úgy meghatározza az időjárásunkat, ezáltal most azért hidegebb és egy kicsit ilyen átlagos téli időszakot hozott. Most ebben változás majd azért lesz a héten, lesz egy pici enyhülés, majd kitekintve egy kicsit így a középtávú időszakra, nagyjából az látható, hogy valószínűleg megmarad ez az anticiklon hajlam, amiben most jelenleg mi is itt vagyunk. Most ebben lesz egy pici zavar a héten, de sok mindent nem veszünk észre belőle a szélen kívül, és valószínűleg utána meg a magasban enyhülés fog következni. Ez kérdés, hogy talajszinten mennyire fog lekeveredni, szóval sok múlik az, hogy az északi pályákon mozgó frontok mennyire fogják esetleg érinteni így a mi térségünket, és mennyire lesz majd szeles az időjárás, hiszen lesz átkeverés, akkor itt talajszinten is enyhe idő marad. Ha nem lesz kellő átkeverés, akkor a magasban megmarad ez a meleg levegő, itt talajon pedig konzerválódni fog valószínűleg egy ilyen ködös idegpárás helyzetben, zúzmarával, ott esetleg többszöri fagyos téli napokkal. Nagyjából ez látható így a hónapnak a hátra levő részére. És ha egy nagyon picit még távolabb tekintünk, a tél végéig, hiszen most már, ha a naptárat nézzük, akkor a tél felénél vagyunk, de az elmúlt évek tapasztalata, és hát a csillagászati tél az egy kicsit tovább húzódik, tehát a tél nagyja még hátra van, még ha ez nem is túl felüdítő mondat, de mi várható a következő időszakra tél szempontjából? Hát kiindulva ezekből az adatsorokból, amikről ugye folyamatosan így negyed évente, vagy akár évente is beszélünk, hogy folyamatosan meleg, meleg, még melegebb. Ebből következően én szerintem valószínűleg ez a tél is egy ilyen átlagosnál azért
melegebb időszakkal fog majd kimenni, és ahogyan ugye az elmúlt jó pár tavaszban is tapasztalhattuk, valószínűleg a tavaszi hónapok fogják megint meghozni ezeket a negatív hőmérsékletű, átlaghőmérsékletű hónapokat, amely azért semmilyen szinten se jó, mert télen kellene ugye ennek megérkezni. Ez a hideg, ez meg már tavasszal szakad le, amikor pont virágzik a parack, a körte, az alma, meg hát ugye megindulnak a növények, amely nagy károkat okoz így a mezőgazdaságba is. Úgyhogy véleményem szerint ez a tél, ez egy ilyen átlagos, picit átlag feletti hőmérséklettel fog majd kimenni így február végéig. Hócsapadékban sajnos azt nem tudom megmondani, az tényleg csak egy ilyen 2-3 nappal előtte látható, hogy nagyjából melyik részen, milyen halmazállapotban fog majd érkezni csapadék, ha egyáltalán ugye lesz. És tovább tekintve meg valószínűleg, hogy egy ilyen melegebb, és szerintem ez az év is azért még a csapadék jegyében fog majd telni. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Közéleti magazinba. Új összefoglalóval legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Addig is tartsanak a Trio TV-vel. Műsorainkat megnézhetik interneten a www.triotvdunantul.hu oldalon, és megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunantul címen. Ha első kézből értesülnének friss beszámolóinkról, akkor iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, érdemes. Én munkatársaim nevében köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!